Na, sziasztok! Látom, hogy szinte általában gondot jelent a telepítés, és azért többféle módszer létezik, de szinte mindig visszatérő probléma, hogy hogyan kell telepíteni, milyen grupbejegyzés kell, mit lehet még esetleg állítani. Én szeretném megmutatni azt, hogy én most fel kell telepítsek egy tarpupit, de nem a 64 bitest, ugye az már fent van, hanem egy sima 32 bitest, a 6.06-ost, ugye ez már az UEFI támogatottsággal érkező verzió, és most azt szeretném bemutatni, hogy én hogyan teszem fel a legegyszerűbb módon, mivel nem telepíteni fogom, hiszen a jelenlegi rendszerem sem úgymond telepítve van, hanem egy mappát használok, amiben menti a beállításaimat. Így minden fájlom benne van, és a lehető legegyszerűbb módszert szeretném bemutatni, amit én használok speciál. Ez nem az, ahogy a nagykönyvben meg van írva, de szerintem nagyon hatékony, és én így csinálom. Most egyébként is telepítenem kellene, mert szedtem néhány programot, egy-két régi játékot is szeretném elindítani, de ez a 64 bites alatt már nem fut. Jó, hát akkor nézzük meg. Ugye ezt ide szedtem le. Van egy ilyen, hogy Wildlands, meg egy Smoking Guns, de igazából a Smoking Guns lenne a lényeg. És a letöltésekben meg is van itt az új tar pupi, amit szeretnék elindítani. Ugye a Winchesterem az úgy néz ki jelenleg, hogy van egy ilyen 60 gigás partícióm, X4 fájrendszerrel, meg van egy 40 gigás, ez szintén X4, de ezen jelenleg nincs semmi, ide majd szánok egy-két saját projektet. És úgy néz ki jelenleg ez a partíció, hogy ide be vannak másolva a különféle pupletek külön könyvtárakba, és még van egy ilyen cucc könyvtáram, és most létrehozok egy új könyvtárat ennek a pupletnek, aminek az lesz a neve, hogy tar. Ugye, mert van tar pupom, tar 64-em. Sőt, szerintem ezt a tar pupi könyvtárat én ki is törlöm, mert ez még egy ilyen spanyol verzió, azt hiszem, vagy brazil, valami ilyesmi. Tar pup 64 bites. Jó, tehát akkor ezt a könyvtárat fogom használni, a tar pup könyvtárat. Most töröltem az egyik pupletemet, ami már nekem nem kell, és most itt rá fogok kattintani az újonnan letöltött tar 6.0.6-os ISO fájlra. Látjátok, így itt megnyílik egy kattintással, és kijelölöm az összes fájlt, ami benne van, és átmásolom. Ez meg is történt. Egy kattintás, és lecsatolom az ISO fájlt. Ezzel megvan gyakorlatilag a tarpupi rendszerem. Most semmi más dolgom nincs, mint elindítani a Grufordost. Ja. És csak ezen a meghajtón, search within only this device, tehát csak ebben a meghajtóban keressen, ugye nehogy megtaláljon valami mást, és nekem aztán beírogassa. És már el is készült az új menü, ugye a Windows-t azt mindig felveszi automatikusan. Opcióként P-Media, AtaHD, ugye meg a lemezellenőrzés. Van egy megaprecízem, egy precízem, meg egy tarpupim emellett. És a tar64 ugye az alaprendszerem. Jó, ezt töltöttem most, ezt fogjuk elindítani legközelebb. Jó, és most települ. Jó, itt visszanézem természetesen, hogy rendben megvan-e minden. És itt van a tarpup. Jó. És ezzel kész is vagyunk. Ugye én ezt a PSUB dirt ellenőriztem még vissza, hogy biztos meglegyen. És ennyi volt. Kész a telepítés. Most már nincs más dolgunk, csak újra elindítani a gépet, és bebutolni ezzel az adott tarpupival. Hát ennyi egy telepítés. Már ahogy én szoktam csinálni, nyilván ez nem az a szabályos, ahogyan le van írva a neten, meg ahogy azt tanítják, de én ezt így csinálom. Igazából minden más készen van hozzá. Amikor ez fenn van, akkor már van egy ilyen könyvtáram itt, hogy tarsa le. És ha belemegyünk, akkor látjuk,
hogy ez már az, ahogyan egyébként a normál könyvtár rendszer ki szokott nézni, ahogy az megvan ugye más rendszerek alatt is. Úgyhogy ennyi lesz. Majd az új Tartpub könyvtárban is itt lesz szintén egy ilyen mentés könyvtáram, amiben benne vannak a megváltoztatott fájlok, és ha bármi bajt csinálok, akkor elég ezt az egy könyvtárat törölnöm, és kezdhetem előről, tehát nem az egész gép omlik össze, hanem a teljes struktúrám lesz oda, hanem csak ez az egy mentés könyvtár, ez viszonylag elég kényelmessé teszi a dolgokat. Jó, úgyhogy hát köszönöm, hogyha végignéztétek, és ha sok sikert kívánok nektek is. Sziasztok!